Nyári veszélyforrás. Idén csak az első fél évben több mint 220 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a megyebeli tűzoltók. Magas látogatószám. 48 fürdőhely, 3 minősített gyógyhely van az Észak-Alföldi régióban. Idén is a gyógyvíz a sláger. Vízminőség ellenőrzés. A magyarországi tavaknál és folyóknál lévő strandok kevesebb mint 5%-ánál van gond a vízminőséggel, az Európai Unió értékelése szerint. Idén csak az első fél évben több mint 220 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a megyebeli tűzoltók. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Előfordul, hogy a kánikula, a csapadék szegény időjárás okoz gondot, de legtöbbször az emberi gondatlanság következménye a tűz. Ha például egy szalonna sütés után rosszul oltjuk be a tüzet, a szél felkaphatja a parazsat, és több tíz méterre lángokat okozhat. Csak akkor a lángot élesszünk, amekkorát el is tudunk oltani, ez a tűzgyújtás aranyszabálya. Idén csak az első fél évben több mint 220 szabadtéri tűzhöz riasztották a megyebeli tűzoltókat, ez a szám körülbelül harmad annyi, mint az előző év azonos időszakában. Ennek az oka elsősorban ugye az időjárás, valamint a megelőzés. Az emberek egyébként jobban odafigyelnek arra a bejelentési kötelezettségre, ami elsősorban a külterületi irányított égetés szabályaira vonatkoznak. Itt ebben az esetben minimum 10 nappal hamarabb bejelentési kötelezettsége van az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségre. Ezt egy illetékbélyeg ellenében meg kell jelölni a helyszínt, a terület nagyságát, amely nem lehet nagyobb 10 hektárnál, illetve gondoskodnia kell azokra az oltó berendezésekről és óvintézkedésekről, amelyeket a szabályzó tartalmaz. Ilyen például, hogy körbe kell szántani az adott szántóterületet, ahol például learatott gabon után a tarló égetése történik meg. A tűzesetek megelőzése érdekében nem csak jogszabályban rögzített előírások, hanem helyi rendeletek is szabályozzák a szabadtéri tűzgyújtást, például Nyíregyházán is. A megyeszékhelyen egyébként akadnak olyan tűzrakóhelyek, amelyek használata bejelentés köteles, legtöbbjük a Városüzemeltető Kft.-hez tartozik, például itt az erdei tornapálya mellett is. A fenntartási időszak kezdetén, vagy üzemeltetési időszak kezdetén 18-20 rendezvény volt egy évben. Már odáig jutottunk, hogy 300 körül van egy évben. Érdemes egyébként a tavalyi és az idei féléves adatokat is összehasonlítani. Tavaly 94-en kérelmeztek itt rendezvényre helyett, ebben az évben 126-an. Tehát ebben a dologban, illetve az ilyen látogatottság mellett, mint üzemeltető úgy éreztük, hogy valami rendszert kell vinnünk ebbe a történetbe, ezért találtuk ki azt, hogy ha nem is engedélyt, de egy hozzájárulást kell kérnünk. Ez alapján mi írásban válaszolunk minden esetben a kérelmezőknek, és elfoglalhatják a megfelelő helyet. Az erdei tornapályától pár száz méterre a sóstói erdőben is találhatóak tűzrakó helyek, ezek már a nyírerdőhöz tartoznak. A tűzvédelmi rendelkezések betartásával ezeket bárki használhatja. Természetes dolog, hogy régen is volt szalonnasütő, manapság is van. Az erdőben több helyen lehet találkozni kiépített jó minőségű szalonnasütőkkel, szükséges padokkal, asztalokkal, előkészítő asztalokkal. Ezeket bárki idézőjelben bármikor használhatja. A bármikor természetesen tűzgyítási tilalom időszakára nem érvényes. Tűzgyítási tilalmat a katasztrófavédelem rendeli el. Ez az ő honlapjukon bármikor megtekinthető, esetleg ha valaki nem hallott róla, de mi is, hogyha ilyen van a területen, ezt különböző táblákkal jelezzük, hogy tűzgyújtási tilalom idején még kihelyezett tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani. Ennél az erdei szalonnasütőnél hétfő este bulizhattak, a szemetet nem dobták ki, a tüzet, parazsat pedig valószínűleg nem megfelelően oltották el, ez utóbbi is okozhatott volna erdőtüzet. A katasztrófavédelem arra hívja fel a figyelmet, ha szabadtéri tüzet látnak, azt minden esetben jelezzék a 112-es segélyhívószámon. Mint arról korábban beszámoltunk, fűtetlen világítás nélküli Spájzba zártak nap mint nap egy kiskorút szülei kislétán. A gyermeket kezdetben csak estétől reggelig, majd már délutántól reggelig tartották a helyiségben. Onnan csak a szülők, azaz a Nyírbátori járási ügyészség vádirata szerint első és másodrendű vádlottak felügyelete mellett távozhatott, még a mosdóba is. Egy koszos matracot és egy bilit használhatott a kamrában a gyermek.
aki a felgyűlt ürüléket az ablakon öntötte ki. A megdöbbentő ügyet most tárgyalják Nyírbátorban. Több mint 30 tanú van az ügyben. Azt tudni kell, hogy ez nagyon kényes megítélésű bűncselekmény. Minden bűncselekmény az, de amikor kiskorú gyermekről van szó, fiatalkorúról, akkor azt hiszem kiemelt gonddal kell eljárni minden hatóságnak, így a bíróságnak is. Itt a sértett egyébként 12 éves volt, amikor sérelmére ezt a bűncselekményt részben elkövették, mert hát egy hosszabb időszakot ölel fel az elkövetési időszak. Azt lehet tudni, hogy a vádlottak magatartása folytán a alultápláltság és az ellátatlanság miatt ez a gyermek 25 kilóra fogyott le. Mint mondtam, súlyos cselekményről van szó. A hatályos BTK alapján akár 12 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható egy ilyen ügyben. 48 fürdőhely, 3 minősített gyógyhely van az Észak-Alföldi régióban. Idén is a gyógyvíz a sláger. Ebben az évben eddig 335 ezer vendégéjszakát jegyeznek a kereskedelmi szálláshelyek. A szállodáknak, panzióknak egyaránt vannak belföldi és külföldi vendégeik. Egy hétre és hosszú hétvégékre érkeznek a családok a régióba. A Szabolcs megyei fürdőhelyeket is felkeresik. Új medencék a Mátészalkai strandon. A város felújította a fürdőt, két új medencében hűsölhetnek a strandolók. Az egyik egy 400 köbméteres termálvizes gyógymedence, a másik pedig egy kisebb gyerekmedence. Mindenképpen arra törekedtünk, hogy a kisgyerekes családok is legyen itt értelme nekik egy napot eltölteni. Két gyerekmedencénk van, tehát a strand területén a két szélén van egy 10 köbméteres és egy 6 köbméteres gyerekmedence, ez ellátva csúszdával, gombával, és a hátsó medence, tehát azt tudjuk mondani, hogy hűvös résszel is rendelkezik. Aki a szabad vizeket szereti, a Tisza mentén az egyik legnagyobb turisztikai centrumot, Tiszafüredet és a Tiszató környékét keresi fel. Több évtizede a belföldi turizmus egyik legkedveltebb célpontja, az ország második legnagyobb tava, egyedülálló természeti értéket képvisel. Megférnek egymás mellett a mozgalmas vízi életet kedvelők, a fürdőzők és a horgászok is. Motorcsónakos túrákat, ökoprogramokat, kulturális rendezvényeket kínálnak idén is az odautazóknak. Tiszafüred polgármestere Újvári Imre erről is beszélt 35 perc című műsorunkban. Ami nálunk egyedi és más, mint a többi helyen, az a természeti környezet. A csónakázással, ha valaki egy csónaktúrára elindul, az egy kicsit mint a visszamenne az időben. Tehát azért is vadregényes ez a természeti környezet, mert azt a néhány száz évvel ezelőtti állapotát idézi a Tiszának és a Tiszató régiónak, amikor ugye még szabályozatlan volt a folyó, kijöntött a medréből, és ugye ez a mocsaras, vizenyős náddal, ligetekkel tarkított rózsamezőkkel színesített természeti környezet megvolt. Most ez visszaköszön, nagyon érdemes egy két órás csónaktúrára, ha az idő engedi, elmenni a víztározóban. Ezen túlmenően pedig ugye egy 65-70 kilométeres kerékpárút veszi körbe a tavat, tehát körbe lehet tekerni a gátkoronán, aszfaltozott úton, tehát gyakorlatilag zavartalanul, és közben rálát az ember a szigetekre, a félszigetekre, a holtágokra, magára, a vízfelületre, tehát nagyon, nagyon szép. Az Észak-Alföldi régióban 140 ezer vendég, 335 ezer vendég éjszakát töltött el ebben az évben. Ez 3,3%-kal emelkedett a tavalyihoz képest, így felülmúlja az előző évi egyébként erős turisztikai forgalmat, a Magyar Turizmus ZRT adatai szerint. A régióban a turisztikai marketing munka tudatos és eredményes a számok tükrében is. Próbáljuk Kelet-Magyarországot újra pozícionálni, pontosan abból adódóan, hogy nagyon sok fejlesztés volt, nagyon sok beruházás történt, nagyon sok újdonság van, és az egészségturizmus, fürdőturizmus palettáján Kelet-Magyarországot még jobban, még jobb pozícióban bemutatni, erre komoly forrásaink is voltak. 48 fürdőhelye, 3 minősített gyógyhelye van az Észak-Alföldi régiónak. Az élményfürdők telítettek voltak eddig, főként a hétvégéken. Azokat keresik leginkább, ahol vannak kikapcsolódási lehetőségek, rendezvények, fesztiválok a közelben. A magyarországi tavaknál és folyóknál lévő strandok kevesebb, mint 5%-ánál van gond a vízminőséggel az Európai Unió értékelése szerint.
közölte az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat. A megyei szabadvízű strandokat is ellenőrzi a helyi hatóság. Idén mindössze 3 településen találtak problémát az első vizsgálat során, de ebből 2-nél a kontroll ellenőrzés már jó adatokat mutatott, közölte a megyei tiszti főorvos. A nyári napokon szinte mindig tele a strand, azonban nem csak a strandolóknak kell különböző szabályokat betartani, az üzemeltetők is kötelesek biztosítani a megfelelő körülményeket. A víztisztaságon túl ilyen például a zuhanyzóhelyek kialakítása, az élőmedence és a megfelelő mennyiségű pótvíz biztosítása. A vízminőség biztosítása céljából le kell venni vízmintákat. Tehát önellenőrzésre előírja a jogszabály, hogy mennyiszer kell mintát venni. Ezt nem csak a vízből kell, tehát a medencevízéből, hanem a távvizekből is le kell venni ezeket a mintákat. Illetve a hatóság is vesz, tehát történik hatósági mintavételezés is. Na most a mintákat ugye az eredmények szerint általában nézzük. Na most van olyan, hogy kóliszám vagy enterokokkusz szám, ami esetleg az enterális jellegű fertőzést feltételezheti. Illetőleg természetesen kémiai paraméterek, mint a víznek a kémiai oxigénje, igénye, a lugosság, egyebek, amiket szintén figyelni kell ilyenkor. A folyóvizek szennyezését már külső szemmel is érzékelni lehet, például ha feltűnően zöldes vagy habos a víz, az súlyosabb fertőzésre utal, de a halak kipusztulása is ennek a jele. A hatóság ezeket is vizsgálja. 3 olyan település volt, illetve szabad strand, ahol eltéréseket találtunk vízmételvételi szempontból, ezek voltak Tiszadob, Tivadar és Gergely-Gornya területén. Tiszadob-Tivadar területén az azt követő kontrollvizsgálatok azok teljesen jók lettek, és Gergely-Gornya területén még folyamatban van. Viszont azt is kell tudni, hogy akkor, amikor vették a mintát, akkor áradt a Tisza. Tehát bizony ez befolyásolhatja ezeket a mintavételi eredményeket. Az is fontos, hogy beteg, lázas vagy különböző fertőző betegségben szenvedő emberek ne látogassák sem a medencés, sem pedig a szabadvízű strandokat, mert így hiába a fokozott megelőzés és vízellenőrzés, bárkit megfertőzhetnek. 3-as karambol történt tegnap délután Nyíregyházán a Kállói úton. 2 autó forgalmi okokból lassított, az őket követő 3. személygépkocsi sofőrje azonban már nem tudott lefékezni, beléjük rohant. Az ilyen esetek elkerüléséhez érdemes a délutáni csúcsforgalomban sokkal nagyobb követési távolságot tartani. A Lourdi keresztutat bemutató kiállítás nyílt Mária Pócson. A tárlaton Marie de Falcot Franciaországban élő magyar származású szobrászművész alkotásairól készült képeket tekinthetik meg az érdeklődők. A vándor kiállítás 3. állomása a görög katolikusok legszebb kegyhelyének számító Mária Pócs. Az egyedülálló műalkotás 17 szoborból áll, magyarországi bemutatását a Béres Alapítvány szervezi és támogatja. A Lourdi keresztutat bemutató tárlat több szempontból is különleges Mária Pócson. Ez a nemrégiben átadott közösségi ház első rendezvénye, valamint a tárlat 3. állomása Magyarországon. A 17 monumentális szoborból álló Lourdi keresztútról maga a művésznő Mária de Falcot készítette a fotókat. Az alkotások bemutatását a Béres Alapítvány szervezi és támogatja. Béres Klára elnök köszöntőjében azt mondta, amikor megismerkedett az alkotóval, közös döntés alapján hozták Magyarországra a képeket, hogy akik személyesen nem tudnak Lourdesba zarándokolni, itthon is láthassák. Egy elhivatottság számunkra, hogy a hitet, a megváltó jelenlétét közvetítsük az emberek fele. Úgy gondolom, hogy ezekkel az alkotásokkal egy olyan csodálatos élményben lehet része mindenkinek, elmélyülhet, megerősíthet hitében, megerősíthet a reményben, a szeretetben. Tehát egyfajta küldetés számunkra. És hát mivel a test és a lelki egészség együtt jár, én azt gondolom, hogy béresként is úgymond kötelességünk ilyen típusú kiállítások mellé állni és részt venni. Mivel a tárlat a szobrokat képeken ábrázolja, új élményekkel gazdagíthatja az érdeklődőket. A 3 dimenzióban lévő szobor bekerül a síkba. És ugye a mi keleti világunkban a síkba való ábrázolás
az elég népszerű. És a síkban való ábrázolás teljesen egy új dimenziót ad, és az új látásmód az tett új gondolatokat és üzeneteket ébresztett. Ugye Krisztus szenvedésének története van földolgozva, és tényleg mi, akik úgy papírforma szerint gyakorló vallásos emberek vagyunk, akik szoktunk látni művészileg igényes vallásos alkotásokat, de mégis teljesen új impulzusokat kapunk attól, hogy ezek a szobrok fotón jelennek meg, és egyébként meg maga az alkotás tényleg megrázóan szép. A fotók alatt a 17 állomáson bibliai idézeteket és a művésznő gondolatait olvashatják az érdeklődők. A kiállítás július 5-e és október 9-e között látogatható Máriapócson. A minimális célt, a bennmaradást elérve a 10. helyen végzett az NB1 keleti csoportjában a nyírbátori asztali tenisz csapat. Az egyesület két fiatal versenyzője nemzetközi megmérettetésre készül. Molnár Dávid a zágrábi serdülő Európa-bajnokságon, Tölgyes Dorottya pedig a strasbourgi mini Európa-bajnokságon képviselheti majd a nyírbátori színeket. 3 év extraligás szereplést követően tavaly nyáron a nyírbátori ASE vezetése úgy döntött, hogy legjobbjuk Majoros Bence távozása után az NB1-be nevezi be a csapatot. A bátoriak kettős céllal vágtak neki a szezonnak, az egyik a biztos bennmaradás kiharcolása, a másik pedig a fiatalok fejlődésének biztosítása volt. Végül, ha vártnál picit nehezebben is, sikerült meghosszabbítani a csapatnak az NB1-es tagságát. Egy kicsit nem nagy képviségből, de talán alul értékeltük az NB1-nek a színvonalát, de időközben olyan változások lettek, hogy elég sok csapathoz jött haza külföldön játszó játékos, ez alapvetően felborította a papírformát, valamint nálunk két esemény jött közbe, az egyik a Zolinak a gerinc sérvének a kiújulása, ez sajnos azt eredményezte, hogy november közepétől nem számíthattunk rá. A másik pedig a Kis Zsolti és a Tóth Gabi, már akkor lehetett látni, hogy Németország felé kacsingat, és talán egy picit megzavarta a fejeket ez az esemény, és ezért kénytelenek voltunk egy játékost igazolni a Sallai Zoli helyett, hogy a célkitűzéseinket tudjuk tartani. Ez sikerült is, bennmaradtunk, és most itt ez a lényeg. A klubmenedzser elmondta, hogy nem terveznek jelentős változást a játékos keretben. A cél továbbra is az, hogy a fiatalok megfelelő ütemben fejlődjenek. Németh Jánossal valószínűleg, hogy nem fogunk újra szerződést kötni, hiszen az ő igényei olyanok, amiket azt hiszem, hogy Nyírbátor nem fog tudni teljesíteni. Helyette van egy hasonló szintű, de kevésebb igényel, anyagi igényel fellépő játékos, és azt gondolom, hogy vele meg fogjuk tudni oldani ugyanezt a kérdést, tekintve azzal, hogy bár ugyan a Kis Zsolt és a Tóth Gabi elment tőlünk, de Molnár Dávidnak a fejlődése úgy néz ki, hogy töretlen, és az, amit elvesztünk a két játékos által, azt a Molnár Dáviddal fogjuk tudni pótolni. Ezen kívül a csapat többi tagja az marad, Benyovszki marad, Sallai Zoli valószínűleg, hogy rendelkezésünkre fog állni, és ezen kívül a Bánhidi Emil és a Szeles Balázs az, aki azt gondoljuk, hogy feljöhet vagy felnőhet a feladatokhoz. A szakmai munka irányítása a nyár közepétől a korábban Németországban és Katarban is dolgozó Rozsnyói Tibor kezébe kerül. Így a több német csapattal is bajnoki címet szerző szakember irányítja majd a két Európa-bajnokságra készülő fiatal, Molnár Dávid és Tölgyes Dorottya felkészülését. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Idén csak az első fél évben több mint 220 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a megyebeli tűzoltók. Előfordul, hogy a kánikula, a csapadékszegény időjárás okoz gondot, de legtöbbször az emberi gondatlanság következménye a tűz. Ha például egy szalonna sütés után rosszul oltjuk be a tüzet, a szél felkaphatja a parazsat, és több 10 méterre rángokat okozhat. 48 fürdőhely, 3 minősített gyógyhely van az Észak-Alföldi régióban, idén is a gyógyvíz a sláger. Ebben az évben eddig 335 000 vendégészakát jegyeznek a kereskedelmi szálláshelyek.
A szállodáknak, panzióknak egyaránt vannak belföldi és külföldi vendégeik. Egy hétre és hosszú hétvégékre érkeznek a családok a régióba, a Szabolcs-megyei fürdőhelyeket is felkeresik. A magyarországi tavaknál és folyóknál lévő strandok kevesebb mint 5%-ánál van gond a vízminőséggel az Európai Unió értékelése szerint, közölte az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat. A megyei szabadvízű strandokat is ellenőrzi a helyi hatóság, idén mindössze 3 településen találtak problémát az első vizsgálat során, de ebből 2-nél a kontroll ellenőrzés már jó adatokat mutatott, közölte a megyei tiszti főorvos. A Kölcsei Televízió híradóját látták július 5-én kedden. Friss hírekkel szerde este is várjuk majd Önöket. Hírekért és videókért addig is böngészék honlapunkat. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap többnyire napos időre számíthatunk. A reggeli órákban északnyugat felől hideg front éri el térségünket, többfelé várható csapadék és szerdán szeles időnk lesz. Estétől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, később változóan felhős idő várható. A hajnali óráktól zápor is előfordulhat, a déli szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 17 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap. Főként a nap első felében lehetnek záporok, zivatarok. Az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. Délutára 26 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás várható. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. A hét további részében is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, főként szombaton, amikor ismét egy hidegfront éri el térségünket. A hőmérséklet a legmelegebb órákban is csak 26-27 fok körül alakul, a kánikula visszatérésére csak a jövő hét elején lehet számítani.